Igen. Szia, apa! Én vagyok. Gyere. Most értem haza. Igen. Aha. Nem, már csak a személlyel tudtam jönni. Arra volt pénzem. Aha. Jó, majd hétfőn megbeszéljük, jó? Oké. Én is téged. Szia, szia, szia. 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 Már most hiányzom neki. Én 2 hónapja nem láttalak. Egy hétvégét kibír nélkül. Jó, de tudod, milyen szerencsétlen. Képes lenne egy hétig ugyanazt felvenni, nem szólnék. Édesanyád is ezt csinált egy idő után. Mindet kikészített, hogy mit vegyek fel. Mert azért ott még nem tartunk. Sötét van egy kicsit, nem? Áramszínet van. Egész nap fúrnak, faragnak, valamit javítanak. Készültél? Igen. Milyen akkor ez? Nem vészes. Elég jó a társaság. Már egészen hozzászoktam. Apa, tudnál adni 10 000 forintot? Lesz egy fél éves feladatunk, és kellene egy saját festőállvány. Hát, persze, kicsim. Hány cukrot kész? 2. Mi a fél éves munkád? Ja, csendélet. Ez az első komoly nagy feladatunk. És tök jó, akkor lesz szobám is, mert kb. Délelőtt 11-től úgy késő délutánig nagyon jók a fények. Úgyhogy azért is lenne jó, hogyha lenne egy saját festőállványom, mert akkor nem kéne az asztalon rajzolni. Bár még festeni nem engednek, úgyhogy... Akkor mit csináltuk? Eddig még csak kockáztunk. Még ecsetet se fogtam a kezembe. Képzeld, a múlt héten voltunk egy kiállításon. Az árnyék művészek azok szemétből csinálnak szobrokat. És hogyha rájuk vetül a fény, akkor a falon egy abszolút értelmezhető képet látunk. Nagyon fura. Tudod, mondtam, hogy nekünk is lesz évvégén kiállításunk. Eljössz majd, ugye? Apa? Mikor? Persze elmegyek, ha ráérek. De most el kell mennem. Megbeszélésre. Ja. Apa, amit mondtam, majd megoldom. Mit? Az állványt. Milyen állványt? Mindegy. Ja, az állványt, amire... Szerep? Főszerep. Üljetek vissza. Ez az a tavasz. Gyere, ülj le. Kérsz valami cső, kávé? Nem, köszönöm. Tetszett a könyv? Szuper. Tetszik tényleg? Figyelj, hogy kezdjem? Kezdjük a rossz hírrel, jó? Szóval nem jött össze a pályázati pénz, amit ígértem. Soha nem kapunk ezektől lóvét, érted? Mindig ez van, hogy az utolsó pillanatban megvonják. Szóval mindenkitől áldozatokat követel ez a projekt. Tehát tőled is, tőlem is. Költségvetés az gyakorlatilag zéró, tehát van a vasra pénz, meg van egy-két statisztára, érted? Hogy legalább ne ketten álljunk ott a hidegbe. Figyelj, ezt a sztorit, ezt el kell mesélni. Tehát ha nem meséljük el, akkor egy év múlva elmondják máshol, a románok megcsinálják, vagy nem tudom. Tehát ezt nekünk kell megcsinálni. Ez egy tök jó film, tök eredeti látványvilágú, a hordóban égést azt belülről vesszük föl, ezekkel a vizuális dolgokkal mi úttörők leszünk. Már voltam, köszönöm. Majd valahogy megoldjuk, tudod, ilyen utómunkatámogatást, tehát nem foglak elfelejteni, meg honorállak, érted, tehát nem mutkos vagytalak szarba végül is.
nem tudok más színészt elképzelni. Tehát becsukom a szemem, és ugye te arcod van előttem. Tehát te vagy ennek a filmnek a főszereplője. Senki más. Velem vagy egyébként, megcsináljuk. Tudod, hogy nem vagyok szerződésben, és elég kevés a szinkron is, úgyhogy kázsi. Ez főszerep. Tehát ez nem szinkron. Ha ezt megcsinálod, jönnek a főiskolás filmek, jönnek nagy játékfilmek, nem fogják majd Derzsit meg a Kovács Lajost felhívni, téged fognak felhívni. Tehát ez a szem kell, érted, ebbe a moziba. Van mondjuk egy-két húzós jelenet, tehát ezt odolvast, kétszer meghalsz. Ezt úgy nem írtam le annyira részletesen, de lesz egy rész, ahol egy hordóba elégetnek. De ezt megúszod. Tehát nem halsz meg, mint a múltkor, nem minden filmem erről szól. És utána meg felkötnek. Gyász majd egy csávónak a nyakába, nyakadon lesz a hurok, így elkezdesz majd így fulladozni, így a nyakadon lesz, és akkor majd a megfelelő pillanatnál, ugye preparált a kötél, jön egy kaszkadőr. Mondjuk veszünk egy olyat is, hogy úgy fulladozol egy ideig, de az egész egy nap. Rendben. Ingyen megcsinálom. De most tényleg szükségem lenne 10 000 forintra. Figyelj, úgy készültem. Van egy 5-ös. Még 3 van, 8. Nem gond? Én annak örülök, hogy elvállaltad. Jó? Akkor nem tudom, akkor meg beszéljünk, meg fizesd már ki a kávét, jó? Jó, és öröget is. Mi az, kicsim? Szia, apa. Tök üres a hűtő. Hozol valami kaját? Viszek meg valamit, igen. Oké, mikor jössz? Van még egy kis dolgom. Aztán sietik. Jó, mert farkaséges vagyok. Szia. Szia. Úgy ül szívemben a sok rejtett harag, mint almamak házában a légelt harlamán. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, és megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalban arra ébredt, hogy minden összeomlott, elindul, mint kísértet, és kisholmiát elhagyja sóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Ez másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim sem volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengjel hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, hosszú nem érdekel. A világ újraépül. Bár tiltják énekem, az új falak tövében fölhangzik majd szavam.
Magamban élem át, már mindössz mi hátra van. Nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljó sem menj felettem. Szevasz. Tamás, hát 1000 éve. Jól vagy? Tudozni azért nem kell. Ezt már egyszer hallottam. Miskolc? Boris Ian. Mindenkit megnézünk. És hol játszol most? Hát szabadúszom, tudod. Aha. Hát szinkron, ilyesmi. Hát, mindenkinek kell egy kis szabadság. Én még mindig ott vagyok. Uh-huh. Nem panaszkodom, nagyon jókat játszom. Képzeld el, hogy a múlt héten jutott el eszembe. Hmm. Nagyon régen nem láttuk egymást. Túlságosan is rég. Hm? Lányod, hogy van? Épp itt van nálam a hétvégén, és vár, úgyhogy arra úgy, de sietek. Jó, értem, de jövő héten fussunk már össze, jó? Jó. Megiszunk egy sört, kicsit dumálunk a régmúltról, meg a többiekről. Megvan a számom? Meg. Jó, akkor persze. Hívjál föl, jó? De feltétlenül. Jó, jövő héten. Jó, szia Tamás. Szia. Vigyázz magad. Szóval az van a zöldtényárban még egy olyan. Sör, vagy egy cigit. Aha. Szóval az alatt tényleg tüzet is, jó? Szívesen. Az alatt tényleg néznek valamilyen asztalon ilyen. És akkor le van írva a nevemnek a neve. Thank you.